Sziasztok srácok, én Marci vagyok, és üdvözöllek titeket itt egy újabb videóban a csatornán, és először szeretnék egy kicsit kitérni az előző videóra, amit csináltam, nagyon sokan megnéztétek, ennek nagyon örülök, és direkt az volt az egész tervem ezzel a videóval, hogy egy kicsit nem tudom így felizgassam az embereket, hogy úristen, írok egy negatív kommentet, mert nincs igazad, illetve valakit pedig nagyon így szíven üssön az igazság, mert szerintem ez az igazság. Az elmúlt időben szerintem ez a legjobban szereplő videó, mert 4000-en láttátok, sokan nem értetek velem egyet, sokan pedig egyetértetek velem. Hát tudjátok, mindenki a maga útján jár, én ezen az úton járok, én ezt gondolom, úgyhogy mindenképpen nézzétek meg azt a videót, hogyha még nem láttátok, szerintem hasznos. Nyilván nem minden a pénz. Én is tudom, attól, mert a pénzről csinálok egy videót, és arról, hogy kell igenis sok pénz ahhoz, hogy jól élj, az nem azt jelenti, hogy más nem kell hozzá. Ezt van, aki felfogta, van, aki nem. Nézzétek meg nyugodtan a videót, én ezt gondolom, és ezt szerint élek, úgyhogy erről csak ennyit szerettem volna mondani. A mai videóban egy kicsit a piac egészéről fogunk beszélgetni. Nézzétek, végre megkaptam ezt barátnőmtől. A Pudgy Pingvinem, egy ezüst nyaklánc, úgyhogy nagyon menőn néz ki, ebbe fogok menni majd biztos az NFT Párizsra. Ugye el is fogytak talán már a jegyek az NFT Párizs eventre a Pudgyhoz. A Mémlendel közösen lesz egy buli, ahova biztos, hogy menni fogok. Nagyon várom, menjünk a sok-sok Pudgyis ismerőssel, úgyhogy aki esetleg magyarok közül ott lesz, tudom, hogy páran jöttök magyarok NFT Párizsra, mindenképpen majd összebeszélünk úgyis Discordon, aztán valami kis talit ebédet szervezhetünk, ami szerintem tök menő lenne. Illetve hát, ha már a Pudgyikról van szó, tegnap előtt áttörtük a 20 Ethereumos floort, most már tényleg ennyire közel van a Pudgy Penguins ahhoz, hogy megelőzze a Bored Ape Yacht Club NFT szettet, most 20,28 a floor, a Bored Ape-eknek pedig 22,99. Nyilván a Pudgyik most óriásit nőttek, megint valószínűleg lesz egy kis korrekció, nem tudom hol az alja. Én továbbra is nagyon bízok a projektben. Eladtam egy darab Lil Pudgyit közel 7000 dollárért, azt gondoltam, hogy ez a logikus. Még mindig nagyjából 100 Ethereumon van Pudgyikban, vagy lehet annyi nincs talán, de nagyon sok Ethereumon van Pudgyikban. Úgyhogy egyenlőre még mindig hiszek bennük, és biztos vagyok benne, hogy brutálisat fognak menni a bull market alatt, viszont egy Lil Pudgyt eladtam, hogy kicsit átforgassak máshova is. Szeretnék még mindig coinokat vásárolni. Én nagyon hittem abban, hogy jönni fog egy dip, és a bitcoin le fog menni mégis 38 ezer alá. Sajnos ez nem jött össze, nyilván tehát a hosszú távú terv az, hogy a bitcoin jó lesz, és nyilván ez csak egy ilyen kis rövid távú korrekcióra számítottam, ahol még pluszba tudok vásárolni. Ehelyett a piac az elindult fölfele, amivel egyébként szerintem semmi baj nincsen. Én így is rengeteg sok mindent tartok. Most az, hogy éppen ez nem jött össze, ez a plusz vásárlás, egyáltalán nem bánom. Amit szerettem volna nektek mondani, képzeljétek el, hogy vásároltam életemben először részvényeket. A NIO-ból vásároltam, hogyha esetleg kíváncsiak vagytok erre. Egy ilyen csődközeli kínai elektromos autós cég. Tudjátok, én nagyon kockázatvállaló vagyok. Mindenki mondta, hogy ne vegyek NIO részvényeket. Én úgy döntöttem, hogy hát mégis fogok. Úgyhogy majd meglátjuk, mi lesz ezzel. Hogyha sok pénzt keresek vele véletlenül, akkor majd update-elek nektek. Nyilván még mindig a kriptóban hiszek, és abban, hogy a következő év brutál lesz. Ha belegondoltok, és ez az egészben az érdekes, hogy már február fele eltelt, tehát gyakorlatilag Q1-nek a fele már eltelt, és brutál sokat nőtt a piac. Nagyon nagy a volume, amit nem csak a coinokban történt azért nagy növekedés, mert valljuk be, vannak olyan coinok, amiket Patreonra kiírtam, ilyen 50-60%-ot nőttek most 2 nap alatt, és nagyon sok olyan coin van, ami ilyen 20-30%-okat is nőtt simán. Most például, ha már a Beam-et mondtam itt nektek többször, a Beam az előző vásárlásom óta, amit Patreonra kiírtam, 1000 dollárért vásároltam pluszba, 63%-ot nőtt, és ez az egészben szerintem az érdekes, hogy még nincs Bitcoin all-time high, tehát már ez alatt a másfél hónap alatt, még nem is teltett teljesen másfél hónap, már olyan növekedések voltak, ami eszméletlen. Tehát gondoljatok bele, 10.000 dollárból egy 60%-os növekedésnél te kerestél 6.000 dollárt, ami... És az egész buli akkor kezdődik majd, amikor Bitcoin all-time high-on lesz újra. Én továbbra is azt mondom, hogy a halvingig azért lehet számítani arra, hogy kicsit volatilis lesz a piac, és a halving után fogunk igazán megindulni. Valamikor az év második fele lesz szerintem az az igazi peak bull market, amikor mindenki eszméletlen mód fogja dobálni ide-oda a pénzt, jön a retailnek a nagy része, és konkrétan el fogják árasztani a piacot pénzzel és tapasztalatlansággal, ami nekünk ugye nagyon jó, mivel az ő tapasztalatlanságukból fogunk mi pénzt keresni, az, hogy elkezdenek olyan dolgokba vásárolni, ami nem jó, elkezdenek olyan dolgokba vásárolni, amibe már rég be kellett volna vásárolni magukat 10x-el azelőtt, de ez nekünk nyilván jó lesz.
ezért vagyunk itt a piacon, és a piacok úgy működnek, valaki nyer, valaki veszít. Az a pénz, amit te megkeresel, az valaki olyantól jön, aki veszít. Ezt el kell fogadni, így működik a gazdaság. Lehet, hogy az embereknek az 5%-a, aki veszít a mostani bull marketen, majd az a következő bull marketre már profi lesz, mert a pénz elveszítése valószínűleg kell ahhoz, hogy igazán tud értékelni és tud használni ezt a piacot. Én 2017-ben szokásos bull marketem, szokásos első bull market, bevásároltam, fölment egy csomót és vissza nullára. A 21-esben már ott elég sokat tudtam realizálni, és én igazából a harmadik bull marketet tartom. Hát ez az ilyen tipikus mondás, hogy három bull market kell, hogy gazdag legyél. Én ezt a harmadik bull marketet úgy fogom végigcsinálni, hogy brutál sok pénzt fogok keresni, ezt eldöntöttem, és így is lesz, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok, hogy én hogy csinálom, szeretnétek tőlem tanulni, szeretnétek látni, hogy miket vásárolok, miért vásárolok be különböző dolgokba, akkor ott van a Patreon link a leírásban, azt mindenképpen nézzétek meg. Nagyon érdekes, mert ezek a pumpok nem csak arra jók így a bull market előtt, hogy pénzt keressünk, hanem ezek megmutatják, hogy mik azok a projektek, amik valószínűleg nagyon nagyot tudnak majd menni. Mondok egy példát, itt a Beam, ami 1 milliárd market cap körül volt, és 60%-ot nőtt. Ez olyan erőre mutat, olyan erőt mutat a coinban, hogy egy bull marketban simán 5-10-szeresére is tud nőni egy ilyen coin, de van, ami csak nem tudom én 10-20%-ot ment. Például most mondok valamit, egy Atom, ami egy régi coin, ami már nem olyan érdekes, az ment 12%-ot. Nyilvánvalóan ez is azt mutatja, amit már eddig is gondoltam, hogy a régi coinok, amik nagyon market cap-esek, már régóta a piacon vannak, nem fognak akkorát menni, mert nem olyan érdekesek, az már ilyen, az már lecsengett, tudjátok, az már nem olyan érdekes. Nyilván ez nem mindennel van így, de a nagy részével így lesz. Látjátok, a Beam ment 60%-ot, ami egy teljesen új, egy ilyen most felkapott dolog, és ott van az Atom, ami meg ment 12%-ot. Azért itt lehet látni, mi az, ami igazán nagyot fog menni. A gamingből például ott van a Vulcan Forged, azt nem tudom, hogy videóban mondtam, mert talán az egyik előző videóban mutattam nektek, hogy egy nagyon jó vásárlási szinten volt. Sajnos én nem vásároltam, de az is pumpolt egy 25%-ot, szerintem a gamingben az elég erős coin lesz. Kaspa, srácok, hatalmasat ment, azért számít tanék arra, hogy le fog menni. Én várok ott egy ilyen 0-0-8 körüli szintet, erre vártam, ott nagyon szívesen bevásároltam volna, ott visszateszteli az IME 200-at, ehelyett szépen feldurrant 50%-ot, úgyhogy innen is gratulálnak, aki vett Kaspát. Denver, hogyha itt vagy, ügyes vagy, Kaspa szerintem egyébként egy jó coin lesz, mondom, én azért nem várok tőle óriási, hatalmas növekedést, de szerintem ebben a bull marketben ez egy jó coin lesz, és érdemes tartani. Hogyha tényleg kapnánk egy hatalmas dipet, én is szívesen bevásárolnám magam, de tudjátok, nem lehet mindenbe benne lenni, ezt el kell fogadni, csomó mindenből ki fog maradni az ember, illetve felesleges is mindenbe benne lenni. Most gondoljatok bele, ment a Beam is 60%-ot, ment a Kaspa is 50%-ot, csak Beam-be rakok 2000 dollárt, akkor a Beamhoz 60%-ot. Ha 1000-1000 dollárt rakok, akkor mind a kettő kb. Ugyanannyit hoz, felesleges ennyire diverzifikálni. És nagyon sokan külditek el nekem Patreonon a portfóliótokat, amiben nagyon szívesen segítek, ahogy mondtam, minden egyes tag, ha elküldi nekem a portfólióját, akkor én azt szépen kielemzem, elmondom róla a véleményemet, de nagyon sokan azt csináljátok, hogy brutál mód szétdiverzifikáljátok a pénzeteket, teljesen felesleges, ha 1200 dollárod van, akkor 3 coinba rak bele, ha 5000 dollárod van, rak bele 5 coinba, vagy mondjuk 4 nagyobb coinba, meg oszd szét 3 kisebbe, ha 30 ezer dollárod van, akkor már lehet kicsit széllebb osztani, de ott is felesleges 50 darab coint venni, hanem 5 ezerért vásárolj be abban mondjuk 4-5 coinba, amiben brutálisan hiszel, ami ott fogja hozni az ilyen Beam százalékokat, hogy 60%, majd esetleg bullban 3-4-500%, és inkább azokban legyen nagy összeggel. Ez az én taktikám, én így csinálom, nem fogom túlságosan szétosztani a pénzem. Az NFT téren azért bátrabb vagyok, ott sokkal több mindenbe rakosgatok pénzt, de azért, mert szerintem ott egyrészt jobban benne vagyok a témában, jobban ki tudom szűrni, hogy mi a jó, illetve az sokkal nagyobbat fog hozni, mint a coinok, és az NFT-nél lesznek nagyobb különbségek, tehát most, hogyha a Bitcoin megy 20%-ot, akkor az altcoinok nagy része ugyanannyit fog nőni, mondjuk nem tudom én 100-150%-ot. De az NFT-knél nem úgy van, hogy mondjuk a Pudgyk vagy a Bored Ape-ek mennek 20%-ot, akkor minden kb. Megy még nem tudom 30-40%-ot, hanem különböző NFT-szettek hirtelen fognak 3-4-szeresre menni, 5-szeresre menni, és ott egy kicsit jobban érzem ezt a diverzifikálást, úgyhogy ja, ez az én taktikám. Ott van a Pepe, gyerekek, egyáltalán nem mozdult még meg, ezt többször mondtam nektek, hogy szerintem ez egy jó Ethereum beta play lehet, ugye a beta play az az,
amikor az Ethereum mondjuk 20%-ot nő, akkor a Beta Play, Ethereum Beta Play, ami az Ethereum növekedése miatt nagyobbat nő, mondjuk megy 100%-ot vagy 70%-ot, ugye mondtam, hogy az LDO, amiből én elég sokat tartok. Pepéből nem tartok, de én azt gondolom, hogy ha egyszer az Ethereum úgy keményen megindul és a shitcoinok megindulnak, akkor a Pepe is mehet majd nagyot. Volt még egy coin, amit többször mondtam nektek, ezt Patronon is kiírtam, a ticker Bitcoin, ugye a Szatos, a Harry Potter Obama Sonic 10 Inu, az a neve. És most ez is elég alul értékelt, ilyen 40 millió dollár alatt van a market cap-je. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez meddig tud még esni, de azt gondolom, hogyha lesz egy komolyabb emelkedés, akkor ez a coin is például, ez a Harry Potter Obama Sonic 10 Inu is nyomhat egy komolyabb emelkedés. Most, hogyha visszamegy csak all time high-ig, ami azért egy bull marketben simán lehetséges egy ilyen coinnál, az durva 450% emelkedés, tehát meg 4,5-szerezed a pénzedet. Nyilván ez egy baromi kockázatos projekt, de kis összegekkel ezeket szerintem meg lehet próbálni. Kicsit ezt így el akartam nektek mondani, nézzünk meg néhány coint, egy kis mindset. Nem szeretek mindig konkrét témákról videót csinálni, néha csak úgy szeretem megosztani a gondolataimat, és egyébként az ilyen gondolatmegosztós videók, ezek Patronra is érkeznek, konkrétan ma is fogok valószínűleg felrakni egyet, hogy a Patron tagok, ezeket mindig nézzétek meg. Csak egy kis mindset, csak egy kis gondolat ébresztő, hogy úgy valójában mit gondolok a piacról. Szeretem csak így nézegetni és elmondani, hogy mit gondolok. Úgyhogy srácok, igazából ez a videó ennyi lett volna, remélem, hogy tetszett. Írjátok meg, hogy mit gondoltok, milyen coinokról csináljak videót. Szívesen csinálok coinokról, de ne írjátok azt, hogy gála, mert arról már elmondtam a véleményemet nagyon sokszor, hogy nem tartok gála coint, nem tartom jónak, perelik egymást a founderök, régi coin, stb. Ne olyanokat írjatok, ami nagyon obvious, csináltam már az Ethereumról, a Solanáról, erről ne kérdezzétek meg a véleményemet, mert ugyanaz a véleményem, mint akkor. Úgyhogy ennyit erről, de hogyha szeretnétek coinokról, NFT-kről videót, akkor írjátok meg kommentbe, illetve hogyha nagyon-nagyon szeretnétek tudni különböző dolgokról a véleményemet, és most kell az a vélemény, akkor Patronon írjátok egy üzenetet, nyugodtan kérdezzetek, azért vagyok, hogy mindenkinek segítsek. Úgyhogy hajrá srácok, ne féljetek írni nekem üzenetet, illetve kommentbe ott is kérdezhettek, amiket még ritkábban nézek, de azért próbálok mindenre reagálni. Találkozunk legközelebb, én Marcell voltam, sziasztok!